Uraim, döbbenetes hír! Mi az? Az ember, akit mi revizornak néztünk, nem revizor! Micsoda? Nem revizor? Sose volt! Itt mi? Ez a levél, világosan beszél! Micsoda? Milyen levél? Az ő levele! Hoznak nekem a postára egy levelet. Nézem a címzést. Szentpétervár, Posta utca. Na gondoltam, ennek itt nincs valami ényére, besúg minket a postaigazgatóságnál. Fogom a levelet, felbontom. Hogy merészelte? Magam sem tudom. Valami földön túli erő szállt meg. Egyik pillanatban azt súgja valami. Fel ne bonsd, mert véged van. A másik pillanatban, mintha az ördög súgná. Bonsd fel! Hát ahogy a pecséthez élek, a vér megküld az ereimbe. Kezem reszkedett. Hogy merészelte felbontani egy ilyen magas méltóság levelét? Hát éppen ez az. Se nem magas, se nem méltóság. Tudja maga az, hogy ez az ember elveszi a leányomat? Hogy belőlem generális lesz? Magát elküldethetem Szibériába? Ugyan, Anton Antonovics, Szibériába? Nem lesz az egy kicsit messze? Na, akkor inkább majd felolvasom ezt a levelet. Kívánják, hogy felolvassam? Olvasom. Édes Komántria picskim, sietek megírni, milyen csodák estek velem. Pétervári eleganciámról és gavalléros ábrázatomról ítélve egy egész város holmi nagyfejű revizornak néz. Most a polgármesternél lakom. Nincs egyéb gondom, mint nyakra főre udvarolgatni a házi kisasszonynak, meg a mamának. Csak azt nem tudom még, melyiknél kötök ki. Valószínűleg előre veszem a mamát, mert igen elszánt hölgynek látszik. Emlékszel, Kovám? Milyen szűk napokat láttunk, mikor hozomra ebédelgettünk. Meg amikor gallérról fogva pöndörített ki a cukrász, mert azt találtam mondani, hogy majd fizet az angol király. Hát fordult a kocka, Kovám. Mindenki pénzeltöm. Van amennyi csak kell. Csuda figurák az itteniek. Meghalnál a röhögéstől, ha látnád ezt a galériát. Akarsz jó témát? Írd meg őket, Kovám. Itt van először a polgármester. Buta, mint a szamár. Ez nem igaz, ez nincs bennem. Tessék, olvassam. Buta, olvassam, mint a szamár. Ez nem igaz, maga írta. Már hogy én írtam volna bele, ugyan kérem. Ugyan kérem. Olvassam. A polgármester buta, mint a szamár. Anyafanyáfa, egyszer már olvasta. A levélben is egyszer van. Mit olvassa, nyitva? Jó. Mint a szamár.